Második rész. Mire kipattantunk a kocsiból az L-forma épület előtt, amelyből duhai lövöldözést jelentettek, Viszmajor felöltötte farmer zakóját, stukkerét. A bérház haljába siettünk. A feldúlt portás a lift ajtó előtt várt minket. A legfelső lakásba menjenek, az egész emelet egyetlen lakás, a tető, a terasza. Biztosan a színésznő csinálja a cirkuszt. Vigyázzanak, mert ha piál, mellesleg folyton piál, hát tisztára beszámítatlan. Akad itt valami biztonsági ember? Érdeklődött Viszmajor. Volt, de már nincs, sóhajtotta a felborzolódott hajú, gyöngyösre izzadt arcú férfi. Amikor eldörrent az első lövés, fölment, és azóta nincs meg. Felengedett valakit a színésznőhöz? Senkit, az én tudtommal senki nem ment föl, egyedül kell lennie, nem számítva a házvezetőnőjét, és persze Lemmit, a biztonsági őrt. Míg a lift a legfelső szint felé röpített bennünket, Viszmajor távirati stílusban előadta elképzeléseit. Főként ejtőernyős deszant elleni harcra készített fel. Azután kiléptünk a fehér márványpadlós, néptelen folyosóra. Húzat lengette a lakás ajtaját, csupán azért nem vágta be, mert Lemmi a küszöbön hevert. Amúgy békesség honolt körös körül, csak a szél süvített az ajtón túl, elhalóan rikácsoló hangokat sodorva felénk. Viszmajor a passzív, biztonsági ember mellé térdelt. Nem talált rajta lőtt sebet, de nem lelte nála stukkerét és könygázas flakonját sem. A pasast kizsebelték, miután leütötték egy vasalóval. Az enyhén gőzölgő bűnjel a test mellett hevert. Szempillantás alatt elkészültem a diagnózissal. A házvezetőnő bőszem vasalt, ám úrnője, göncei csak nem akartak kisvímulni, mire is bepöccent, és mérgében agyonlőtt néhány csipke blúzt. A lövöltözést helytelenítő biztonsági embert fejbe csapta a vasalóval, elvette pisztolyát, és visszatért vele a gardróbba, hogy folytassa a leszámolást a renitens gyűrödményekkel. Ilyen egyszerű, mehetünk haza. Mivel azonban továbbra sem voltam beszélő viszonyban a szamurájjal, nem nyikkantam. Biztosítottam a pasast, még tűvétette Lemmit, majd benyomultam mögötte a stúdiószerűen kivilágított lakásba. Régies hajlékban találtuk magunkat, óriási szárnyas ajtókkal egymásban nyitható helyiségek, tágas, levegős labirintusában. A bútorokat és a falakat selyem és csipke borította, fehér és tojáshéj színekben. Szép is lett volna az enteriőr, ha nem lengi át valami fanyar, savanyú szag, ha a melankolikus színösszeállítást nem dúlja fel egy-egy epesárga és toroklob vörös díszpárna képe, hanem hevernek mindenütt szétdobált, megszaggatott ruhák. Töltényhüvely csikordult a talpam alatt. A szemközti falon csüggetten lógott a ház úrnőjének fotója. A képkeret egyik sarkát golyó roncsolta szét, s a pókháló serepet üveg mögött a művésznő hattyútiszta homlokát lőtt sebb tette valószerűbbé. A tárban nyitva álló ablakokon, ajtókon verdesve lobogtak a csipkefüggönyök, s az odakint tomboló szél fütyülésébe nem emberi hangok vegyültek, lihegő, gyűlölködő szavak fröcsögtek. És újra megszólaltak a fegyverek egymásnak felelgetve. Azután megint ránk szakadt a különös, majdnem csend. A teraszra vezető ajtóhoz ólálkodtam, hasmánt a szabadba araszoltam. Margarés sárga fénykéve kísért ki a lakásból. Szélálló kőedények fogtak közre, tuják, hamis ciprusok hajladoztak fölöttem, majd egy elképes korlát alatt átcsusszamba a kátránypapírral borított tetőre értem. Kémények ágaskodtak körülöttem, ruhaszárító állvány polipkar árnyai nyúlkáltak felém. Bokáig érő perem szegélyezte a tetőt. A 20 emeletnyi mélységben áldogáló parányi kocsik közül morzsányi emberek bámultak a magasba. A fent tomboló orkánról sejtelmük sem volt, csupán a lőműsor érdekelte őket. Az egyik kémény mögött albatrosz szárnyaiként lobogott a ház úrnőjének sajem köntöse. A lágyan romantikus ruhadrabot vekni kenyér méretű stukker egészítette ki. Maga az úrnő takarásban maradt. Valamivel távolabb, mögötte, megpillantottam egy kötényt és egy szempár villogó fehérségét. A házvezetőnő fekete bőre az éjbe olvadt. A felzaklatott alkalmazott éppen az egyik kémény mögül óvakodott elő, és azon fáradozott, hogy hátba kaphassa úrnőjét.
spiccen járt, Stukkerét a csövénél megmarkolva, taglóként a magasba emelve. Már csak nem célhoz ért, midőn Viszmajor felbukkant mellette, és viharos mozdulattal lefegyverezte, egyszer mint a kémény tövébe sodorta. Mákjuk volt, éppen időbe tették egymást a földdel egyenlővé, mivel a művésznő felneszelt, és sarkon fordulva tüzet nyitott a hűlt helyükre. Futásnak eredtem. Elkaptam, és hátra csavartam a nő karját. A megújuló szélroham körénk tekerte a köntös szárnyait. A vakon elszántan fulladoztunk, a száz rőfnyi sejem alatt. Mindketten a fegyverre pályáztunk. Gyűlölet és szeszbűz habzott felém a nőből. Végül mégiscsak legyűrtem a hárpiát. Elszedtem két Stukkerét, továbbá könygázát és tartaléktárait, majd kimásztam a lobogó sejem sátor alól. A némber nem nyugodott, ezért itt-ott összecsomóztam rajta a slafrok végeit, míg nem olybá festett, mint a bebábozódott volna. Ekkor talpra segítettem a művésznőt, és a fényárban tocsogó lakásban noszogattam. Viszmajor a radiátorhoz bilincselte a házvezetőnőt, majd betapasztotta az erősen ellenálló ajtókat, ablakokat. Miután kizárta a húzatot, és vele a szél üvöltését, megállt a dúlt nappali közepén, és élénk érdeklődést mutatva bédencére pillantott. Nos, kérdezte, ki kezdi a mesélést? Kézenfekvőnek látszott, hogy az alkalmazott fog beszélni, mivel úrnője elhajította magát az ekrű szőnyegen, és fogait összeszorítva azon erőlködött, hogy ledobja lárváját. Megvádolt! Engem! Lihegett a feszes fekete kezes lábast és egykor habfehér kötényt viselő, arányosan gömbölyded ifjú nő. Tegnap éjszaka óta már csak kurvázni tudott, mert elhányta valahol a szaros smukjait, és úgy döntött, legjobb lesz, ha rám fogja, én loptam el az üveggyöngyeit. Nem igaz! Valódi platina ékszerek voltak, brilliánsokkal! Ordította a művésznő. A háztartási alkalmazott felkacagott, nevetése úgy hatott rám, mintha egy marék sikaporral dörzsölgette volna a hátamat. Valódi! Ez a hülye famuf, az sem tudja, mit jelent az, hogy valódi. Amióta ismerem, abban a szerepben vonaglik, hogy ő egy írtó nagy művész, aki azért kénytelen örökké a konyakot szopni, mert nem árasztják el hozzáméltó szerepajánlatokkal, holott csak is testre szabott szerepeket kap. Savanyú, búbánattal hágatott spinéket kell alakítania, azaz önmagát, ugyanis ezen kívül semmi egyebet nem tud megformálni. Eleinte még vele együtt reménykedtem a nagy szerepben, de már régen tudom, hogy hiába. Ez a pacalparfé egyszerűen alkalmatlan arra, hogy akár csak egy átlagosan életvidám nőt is alakítson. Képtelen nevetni. Van neki egyfajta bájmosolya, és ezzel befellegzett. Ha megpillant a közelben egy élő embert, fellövi ezt a szatellitvigyort. Nem itt beszélek. Már ez sem megy neki. Már csak acsarkodni, gyűlölködni tud. Az irigység és az üresség teljesen szétrágta belülről. 4 éve dolgozom nála. 4 éve tűröm, hogy folyton mögöttem áll. A lélegzetvétele emelgeti a tarkómon a hajszálakat, és magyarázza, mit miképp csináljak. Amíg mondja, 90-szer megcsinálhatná. 4 éve nézem, miként semmizi ki a himringyó pasasa, hogyan hordja el mindenét, nem csupán a pénzét, az értéktárgyait, hanem a belső tartását, az életkedvét, a tehetsége utolsó morzsáit is. 4 éve féltem a konyaktól, egyre jobban, egyre több konyaktól. 4 éve hallgatom, hogy nem tudja kipihenni magát, mert valami vagy valaki állandóan megzavarja az álmát. És ugyanilyen régen akarom megkérdezni, de mindeddig nem mertem, hogy a pokolba akar pihenni, mikor az soha az életében el nem fáradt. Mitől lenne fáradt az, aki 11-kor mászik ki az ágyból, és este 10-kor már újra a lepedőn hasal, és a köztes időben semmi egyebet nem tett, csak kímélte a szervezetét, az arcát, mert hogy az a munkaeszköze. Állandóan abban reménykedtem, hogy majd csak jobbra fordulnak a dolgok. Hát egy frászt fordulnak jobbra. Hetek óta képtelen felegyenesedni, mert józanul már nem bírja elviselni magát. Mondtam is magamnak, ez már a vég, Odessa. Ugyanis ez az én hülye nevem, Odessa. Na, mondom, Odessa, ideje lesz új munkahely után néz, mert a famuf nem húzza sokáig. Szóval, mondom magamnak, ennek már közel a vége, diliház vagy tepsi. Nézessék meg röntgennel, fogadok, hogy térdig ér a mája. Erre tegnap este hazajön valami partiról, ahol persze megint nem ő volt a sztár, olyan részek, hogy habzik a szája,
az aranyflitteres ruhája mind a nyakában, ő maga négykézláb, és elkezd velem rikácsolni, hogy elloptam a platináját. Ez akkor fog először platinát látni, amikor majd, nem sokára, tökrészegen kitöri a nyakát, és azzal drótozzák össze a csigolyáit. Na jó, mondom, ez már megint becsápolt egy rekesz konyakot, ágyba vele. De hiába dugtam a rohadt porfogó baldahínja alá, folyton előmászott, és jött nekem a platinával. Ez ment ma egész nap. Este meg már éppen a kurva csipkeblúzát vasaltam, amit a legutóbbi delírium partin okádott telibe, egyenesen a pisztolyjal jött. Mert tartunk ám Stuckert mindketten, ilyen közbiztonság mellett. Melyikünk gondolta volna, amikor kiváltottuk az engedélyt, hogy egymástól kell majd megvédenünk magunkat. Szóval ott állok a vasalóval, Famuf meg előttem terem a Stuckerével, hogy azt mondja, ha nem adom elő a platinái, szitává lő. Viszmajor közbeszúrt volna egy kérdést, esetleg egy megjegyzést, de Odessa tudomást sem vett róla. Időközben elszivárgott hangjából az érdesség, egyszerűen elszomorodott a hangja, kerek arcán izzadság és könycseppek elegyedtek egymással. Tisztára elvesztettem a fejemet. Tudják, 4 évig azt hittem, hogy úgy vagyunk, mint 2 nővér, legfeljebb az egyik fekete bőrű, a másik fehér, az egyik gondoskodik a másikról, a másik pedig hagyja, hogy felnézzenek rá és csodálják. Megfosztott az illúzióimtól. Biztosan nézik a sorozatot, amiben játszik. Igaz, hogy egy savanyú, keserű, bánathágta guminőt alakít, de milyen millióban? Finom emberek, csipetnyi dekadencia, határtalan elegancia. Hazugság. Ő arról szájjal, hogy a forgatókönyvíró, meg a sminkes, meg a fene tudja kicsoda még, milyen hülye népség. Aztán fél évenként estét ad nekik, és kiderül, hogy az egész bolha cirkuszban azok a legkellemesebb emberek, akiket az én kedves úrnőm, az én édes gazdám tiszta szívből utál. Na, ott hagytam abba, hogy jött a pisztolyjal. Mutatta a pongyol a zsebébe tömött tartaléktárakat. Aztán belelőtt a plafonba. Visítottam, eldobtam a vasalót, a szobámba iszkoltam. Persze, hogy a fegyveremért. Ekkorra már bőven ki volt merítve a jogos önvédelem összes kritériuma. Míg betáraztam a Stuckert, hallottam, hogy csengetnek. Azt is, hogy Famuf ajtót nyit, majd egy nagy puffanással estem ki a szobámból. Szegény ájult Lemmy, ekkor csordogált lefelé az ajtófélfát. Famuf kezében csak úgy füstölgött az imént elsütött vasaló. Kiugrottam az ajtó mögül, kis terpesz, meg ami kell, ráfogtam a Stuckert, és felkiáltottam, rendőrt hívok. Ledobta a vasalót, fogta a pisztolyát, és rám lőtt. De hát kába részeg volt, ez abból is látszik, hogy nem talált el. Nézzék már, milyen tökéletes célpont vagyok. Széles is, magas is, csupa-csupa lőhető felület. Mint maga, Zsernyák úr. Minket még egy vakond is eltalálna. Minket nem lehet nem eltalálni. Aki mellénk lő, az totál életképtelen. Na, Famuf annyira mellém lőtt, hogy a golyó a falon lógó művészportréját vitte szét. És ekkor én még mindig csak álltam ott, kis terpezben, 2 kézzel a Stuckert markolva, és nem bírtam visszanozni a tüzet. Pedig ekkor már biztos volt, hogy itt rossz indulatúság forog fenn. Értik? Letolvajozott, rám lőtt, meggyalázta minden álmomat, és még mindig nem bírtam hátrahúzni azt a kurva ravaszt, hanem azt mondtam halk és nyugodt hangon, hogy minden rendbe fog jönni, csak tegye le szépen a Stuckert, azután leülünk és beszélgetünk. Nem a platináról, mert az sosem létezett, hanem a problémáiról, az önismeret hiányáról, aztán arról is, hogy a problémákat nem oldja meg, ha másokra vetítjük azokat, a saját bajunkért valaki mást jelölünk ki bűnbaknak. Eddig jutottam, és akkor esküszöm, megpróbált sorozatot lőni a Stuckerrel. A szőnyegen heverő sejjenbáb felüvöltött. Rüellem, hogy ez a sötét taksi ilyen kibaszottul okos. 4 évről locsogsz taksi. 4 éve már, hogy a fejem fölé raktad a lécet, a saját IQ-dét, és én még lábújhegyen ugrándozva sem tudtam leverni. Csak hogy tud, 4 éve nyelem a békát. Mitől vagy te olyan kurvára boldog? Miért életre valóbb nálam ez a nigger? Na hát, nem vagy elég okos. Nem kellett volna ellopnod a platinámat. Viszmajor türelme elfogyott, jó lehet szót sem szólt, csupán a torkát reszelgette, a műszőke művésznő elnémult. Tágra nyílt szemmel a pasasra merett. Tehát tegnap éjjel még viselte az ékszert, kezdte a zsaru. Hoho, csattant fel Odessa, beszéljen úgy, ahogy a bankrablókról tudósítanak az újságok, hogy a pénztáros... Fegyvernek látszó tárgyal kényszerítették erre meg arra. Lesz szíves átfogalmazni a kérdést? Ékszernek látszó tárgyra?
A szamuráj bólintott. Láttam a szemén, hogy karmolja a bringát. Mielőtt azonban újra gyúrhatta volna a kérdést, Odessa visszavette tőle a szót. Tegnap este az alanyfritteles ruhájában ment el itthonról, aranypántos szandált és üvegköves smukkot viselt. Amikor éjjel hazajött, rettenetesen elrüsteltem magam, mert 4 kézláb mászott be az ajtón, a ruhája a nyakában, a cipője meg sehol. Elsírtam magam szégyenemben, hogy hát hol hagyta a szép szandit. A smukk rajta volt? Szúrta közbe a szamuráj. Nem tudom, ismerte el Odessa. Nem tudom, mert a szandáját kerestem, meg a bugyiját. Nem takargatom tovább, nagyon kiakadtam. Famufot az ágyba gyömöszöltem, és lelifteztem a holba, hogy összeszedjem a cuccait. A bejáratnál is körülnéztem. Nem akartam, hogy a szégyenünk töltse meg a másnapi lapokat. Mire visszajöttem, mellesleg üres kézzel, Famuf összetörte a bárkocsi tartalmát, telehányta az ágyneműt, és mezítláb toporzékolt a törmelékben. Úgyhogy először is összeporszívóztam az üvegszilánkokat, majd áthúztam az ágyat. Gondoltam, ezután már tényleg elbeszélgetek vele, de tisztára begolyózott. Kitört rajta a dilibaj, egyfolytában a platináit követelte. Most meg fegyverrel fenyegetett, lakás és tetőszerte lövöldözött rám, megvadított, állattá alacsonyított, hiszen azon kaptam magam, hogy trágásságokat rigácsolok, hogy visszalövök, hogy fejbe akarom toszni a stukkeraggyal. Ennyi. Ez a vége, Famuf. Azt hiszem, felmondok. Ki ne mond még egyszer azt a kibaszott ocsmányságot, hogy Famuf, mert szétdurrantom a sötét kurva fejedet, csatlakozott a társalgáshoz az úrnő. Judy Weber a nevem, de te csak nevezd és szólíts asszonyomnak. Miután ezt tisztáztuk, a következő pont. Itt te nem mondasz fel. Ki vagy rúgva? 2 páros lábbal. Felsóhajtottam. Már most bitang jó volna, ha valaki előszedné a lomkamrából az Isten verte porszívót, és kirázná belőle az ominózus fuchsokat. Azután talán odébb állhatnánk innen. Attól tartok, hogy a ma esti szolíd lőmulatság után egyikük sincs abban a helyzetben, hogy felmondogatással múlassa mindannyiuk idejét. Igaza van, kedvesem, csuklott rám Judy Weber. Szeme kékét vízszerűvé oldotta az alkohol. Puffadt arcbőrét lilás foltok égtelenítették. Ez a buta nigger elcsorta a platina ékszereimet, egészen pontosan a brillköves platina nyakékemet a hozzátartozó fülbevalóval és karkötővel. Amikor felelősségre vontam, nekem esett, majd leütötte a segítségemre siető biztonsági őrt, aztán snukkert rántott és vadászni kezdett rám. Szerencsém volt, hogy sietve érkeztek. Maguknak köszönhetem az életemet. Ezt továbbra is a kedves szüleinek köszönje, ajánlotta Viszmajor. Odesszához lépett, kigombolta a bilincset, és talpra segítette a merő dundiság alkalmazottat. Hozza elő a porszívót, kérte. Fáradni látszott. Kiürítettem, felelte Odessa. Már nem könnyezett, nem is verítékezett. Homlokát ráncolva töprengett. Kidobtam belőle a pózsákot. Hová? Hát kimentem a folyosóra, felnyitottam a szemét csúszda fedelét, és beledobtam a zsákot. Régebben? Nyögte Viszmajor. Még tegnap éjjel. Jól van, Odessa, most menj el a konténerhez, és keresse meg a zsákot. Elengedi! Visította a művésznő. Belemegyünk. Szeretném, ha segítene neki. Nincs annál nagyobb öröm, mintha az ember személyesen bukkan rá, elveszett neki kincsére. Jól értem, arra akar kényszeríteni? Jól érti, bólintott Viszmajor. Sebesen hátrafordult, mert léptek hallatszottak az ajtó felől. A legfeljebb 24 éves, ám már is viharvert, lemmit támolygott közénk, sápadtan, elkeseredetten, kezében a hűlt vasalóval. Művésznő, szólt szigorúan, kérem szégyelje magát! A szólított felcsuklott, és újabb dükkitörésre készült, mellé léptem, és felemeltem a szőnyegről. Menjünk, javallottam. Bepréselődtünk a liftbe. Odessa hátát a fülke falának vetve olajos fényű szemét forgatta, hiába. Könnyei végül mégiscsak kibukkantak. Judy Weber fintorgott, száját csücsörítette és a nyálát folyatta. Lemmy szorosan markolta a vasalót. Viszmajor unatkozott immár. Nekem meg az járt a fejemben, hogy tök bulvár az élet. Azután 2 kocsonyi zsaru, a portás és mi valamennyien szétgubaráltunk, néhány konténernyi szemetet. Ízekre szedtünk 13 degeszre tömött pózsákot. Az utolsóval Lemmy összevagdosta az ujjait. De megtalálta Judy Weber páratlan szépségű, noha legfeljebb 20 garast érő,
üvegköves kösöntyűit. Mi lesz a pályámmal? Nyögte a művésznő, midőn a bűzös szeméttároló helyiség ajtajában felvillant az első vaku, az elsőként érkezett riporter kezébe. Jósolhattam volna ezt-azt. Hallgattam, és még akkor is csodáltam Odesszát, amikor már fény évnyire jártunk tőle, Fertő City mélyülő éjszakájában. Szívesen megosztottam volna a gondolataimat Viszmajorral, de még felszínes, könnyed locsfeccsel is beértem volna. Afféle seféle sefitymája mondat készülődött a fejemben. Hogy lám csak, folyton cigézzük a mozit, mondván ilyesmi se történhet a való életben, és ha mégis bekövetkezik, akkor vállat rántunk, ez csak a filmekben lehetséges. Ez a banális mondat persze akkor se hagyta volna el a számat, ha véletlenül gomoly felhőtlen a kapcsolatunk, holott hallgatásomnak ebben a kétségbe esett stádiumában már majdnem mindegy volt, mit mondok, csak végre szólhassak hozzá. Szörnyen tépődtem, miként oldozhatnám fel magam. Ha legalább ennyire képes lettem volna. Kukucs! Sajnos hibátlan szájzárat kaptam. Viszmajort nem zavarta a nyomorom. A szamuráj ölbetett kézzel ült mellettem, kibámult az ablakon, magába itt a forró, levegőtlen, elátkozott városát. Visszavágytam a tetőn tomboló szélbe. Fertő City befüllett. Úgy éreztem magam, mintha egy mesztelen csigákkal teli verembe dobtak volna, sűrű veríték nyalgázta bőrömet. Tapló szájjal cigire gyújtottam. Jégszilánkos italokról, langymatag esőről álmodoztam. Azután azon méláztam, melegnek, avagy hűvösnek éreznék-e egy jegesmedvét, ha hozzábújhatnék. Ekkor a pasas azt mondta, álljak meg. Engedelmesen a fékre léptem, éppen egy hamburger bár előtt. Miss Major kibudjant mellőlem, és a kajáldába vitorlázott. Utána néztem, és újra megcsodáltam jelentékeny termetéhez, szikrányit sem illő, könnyed mozgását. Amikor rojtos karöltőjű farmer inge eltűnt a szemem elől, az utca másik oldala felé fordítottam a fejemet. Öfékeltem a cigit, lustán doboltam a kormányon. Egy darabig a dermesztő dögséget átkoztam, közel az agybénuláshoz, az üléshez ragadtam, és lassan beleringattam magam a teljes közönybe. Jobb-rosszabb kocsik sora folydogált el mellettem, a túloldalon tikkadt fák sorakoztak, miként a királyi gárda, komolyan arra számítottam, hogy mindjárt kidől a sorból valamelyikük, hiszen körös körül olvadozik a világ, immár kivírhatatlanul. De a fák tartották magukat, és nem ájultak az alattuk sétáló tévfergő emberek nyakába. Egy ilyen dögletes éjszakán nem történhet semmi olyasmi, ami fizikai vagy szellemi megerőltetést kíván. Egy ilyen istenverte pállott éjszakán az is teljesítmény, ha még lélegzethez jutunk. Eltöltött a szenvedéstudat. Már csak a rettentő melegre bírtam gondolni. Az utcakép elmosódott körülöttem. Nem tudtam, ébren vagyok-e, vagy álmodom, de nem is érdekelt. Homályos szemeken át bámultam kifelé a fejemből. Valahol a tudatom szegélyén mozgolódást támadt, és ez nem illett a lassúdad, hangulattalan hangulathoz. Nem is vettem tudomást róla, csak néztem félvakon, tök hülyén. Egy lány rohant elő a fák közül. Igazán rohant, nem sportosan, nem is játszin, magasra húzott térdel, meg-meg bicsakló bokával vágtázott. Érzékeltem a képet, ám oly képen, mintha álmodnék. Nem is mozdultam. A lány fel-alá cikázott a széles járdán, megtorpant, hátra pillantott, ismét futásnak eredt. Összebotlott egy férfival, és hadonászva kifulladtam, magyarázott neki valamit. Segítségért könyörgött? Ám az egy várándítással lerázta magáról. A lány tovább rohant. Ekkor már kezdtem érzékelni tépet ruháját, vérfoltos fehér zokniát, cipőtlenségét, merett rémült szemét. Megláttam üldözőjét, jégfehér arc, műtőfehér ing, fálcsárfehér nadrág, és a pasasból áradó tébolyultság felrezzentett végre. A lány az úttestre vetette magát, és összekulcsolt kézzel rimánkodott a felé tartó Audi vezetőjének, hogy álljon meg, védelmezze, vigye innen. A kocsi dühött tülköléssel elhúzott mellette, a mögötte guruló járgány is gyorsított, a lány hiába püfölte a motorháztetőt, majd az oldalablakot.
Rémülete félelmet gerjesztett. Még mindig nem tudtam, mit csinálok, de legalább cselekedtem végre. Beindítottam a motort, füstölgő gumikkal elkanyarodtam a járda mellől, és a szembeforgalomban némi torlódást előidézve megfordítottam a kocsit. Viszmajor bravúrosan beröppent mellém, erről jutott eszembe, hogy ő is létezik. Szenvedélyesen szorongatta hamburgerét, és alig, hanem zsémbelni készült. Ő még nem tudott semmit. A tépett, véres lány a körülötte csordogáló járgány áradatban állt, és úgy rémlett, belenyugszik a vesztébe. Üldözője a háta mögé ért, utána mancsolt, és már-már a vállába markolt, amikor a lány felrémült, és ismét rohanásra váltott. A fickó néhány szökkeléssel beérte, és megragadta a karját. Gáztattam. A szemből áradó kocsik között a lány felé szlalomoztam, néhány pillanatra szem elől tévesztve alakját. Egyszerre csak ott voltunk mellette, és a lány üvöltve tépte ki magát a férfi markából, két lépéssel az ajtónál termett, megragadta a kilincset, és a kocsiba ugrott, egyenesen a meglepett szamuráj ölébe. Az eszement fickót mit sem zavarták a megváltozott körülmények. Úgy festett, letépi az időközben bezárt ajtót, ha kell, de nőjét nem ereszti. Kiléptem a járgányból, átkerültem a másik oldalra, és cseppet sem úrinő módján lerúgtam a pasast a kilincsről. A további tetlegességtől szívesen eltekintettem volna, viszont beszédem volt a taggal. Mondtam neki, hogy zsaru vagyok. Nem hallotta, egyszerűen nem figyelt rám, mi több, tudomást sem vett rólam. Rövidre nyírt hajú, világító sávat arcú, égőszemű, ösztövér fickó volt. Nyázott. Nem emberi, fenyegető torokhangokat hallatott, midőn őrjöngve rángatta az ajtót és vele a kocsit. Időközben a lány átmászott a hátsó ülésre, és arcát eltakarva, fülhasogató sikoltozásba fogott. Miss Major elunta, hogy a fickó himbája alatta a járgányt, kirúgta az ajtót és leterítette vele az őrjöngőt. Azután kipattant az ülésről, és a pasas fölé hajolt. Az átbújt alatta, és megpróbált a kocsiba mászni. Nem volt mit tenni. A szamuráj leütötte a dilizsokét, a fickó lekókat, és nyugton maradt végre. A lány felhagyott a sikoltozással. Körülöttünk azonban tovább visított a kürt koncert. A tetőre lögtem a kék villogót. Csend lett végre. Mi volt ez? Nyögte Viszmajor. Vállat vontam. Beültem a lány mellé a hátsó ülésre. Aszfalt mocskos véres zokniát, véraláfutásos vállát, csapzott haját néztem. Vártam, míg kísérje magát. A szamuráj nem tétlenkedett. Megfordította a földön hasonló férfit, megvizsgálta orvosi jelmezre emlékeztető ruházatát, fegyvert nem lehet nála, viszont az ingallér fonákján talált egy stemplifoltot. Kivetűzte feliratát, azután kézbe kapta a mikrofont, és kérte Bambit, nézzen utána, nem hiányzik-e valaki a lélek gyógyintézetből. Egyszerűen a hátam mögé lépett, megragadott, és belögött egy kocsiba, kezdte a lány. Tudtam, hogy meg akar ölni, tudtam, hogy őrült. Várjon, sóhajtottam, induljunk el a legelejétől. A barátnőmtől mentem hazafelé, a park túloldalán jártam, amikor ez az állat mellém gurult a kocsival. Kiugrott, mögöttem termett, és az ülésbe gyümöszölt. Sikítoztam, karmolni, harapni próbáltam, de nem értem el. Ő meg röhögött, markolászott, a ruhámat tépkedte és folytogatott. Fogalmam sincs, hogyan szabadultam ki. Átrohantam a parkon, végig a nyomomban volt, és senki nem akart segíteni nekem. Tényleg nem, hagytam rá. Viszmajor az agyzsandár billentyűzetén zongorált. Egyszer csak egy kép jelent meg a monitoron, égőszemű, jégsápat férfi arc. A lány felnyögött, és szorosan lezárta a szemét. A fotó összezsugorodott, betűsorok rohantak mellette a képernyőre. A szamuráj hangosan olvasta az információkat, és mindjárt kommentálta is azokat. Timothy Campbell, ma reggel szökött meg a zárt intézetből, súlyosan megsebesítette egy ápolót, és elvette a ruháját. Azután megölt egy őrt, az intézet biztonsági emberei egész állónap a lakásán lesték várták a felbukkanását, ugyanis Campbell orvosa meg volt győződve arról, hogy áthatóan paranoid skizofrén páciense hazamegy, és a volt feleségén folytatja a híriget. 10 perccel ezelőtt adták le a fotóját a yardnak. 10 perce. Leikrázok. Együtt éreztem vele.
Csak nem megszólaltam, hogy elmondjam, az imént egy régről ismert rémálmot láttam valóra válni, de képtelen lettem volna szavakba fogalmazni a segítségért hasztalan rimánkodó lány rémületes csalódottságát. Azután kerengtünk tovább. Olvadoztam, akár a jégkrém, hátamon a hideg szörfözött. Nem akartam a lányra gondolni, nem is gondoltam rá. Láttam magam előtt, amint hiába könyörök fűnek, fának, feleborátai dermesztő közönnyel viseltetnek sorsa iránt. Miss Major időnként a haját tépegette, leginkább olyankor, midőn eszébe ötlött Campbell pszichiáterének aggodalmas üzenete. Nagyon vigyázzunk betegével, mert a pasas halál ilyen veszélyes. Ha rohamozik, fel sem fogja a fegyvereket, ágyúval sem lehet megállítani. De azért ne tegyünk kárt benne. Egyébként az intelem érkeztekor Campbell rég el volt sikálva. Mindazonáltal a szamuráj visszaüzent, és a doktor elmei hogy létéről kérdezősködött. Szerintem felesleges volt kíváncsiskodnia, hiszen világosnak tetszett, a doki seg hülye. Különben nem hagyta volna, hogy hanyagul kezelt páciense egész nap háborítatlanul kúszáljon. Azt azért szívesen megérdeklődtem volna tőle, miként sikerült naphosszat titokban tartania az ápoló sérülését és az őr meggyilkolását. Na és persze ezt is, miért? Végül Viss Major megemésztette a történteket, legalábbis ezt mímelte. Magáivá tette hamburgerét, leöblítette egy doboz szénhidrátdús kólával, azután rám nézett és rám szállt. Szóval nem és nem mukkansz, egyetlen tetves szót sem intézel hozzám. Lehet, hogy nem érdekel, ám azért én elmondanám, mi történt velem, amióta nem láttuk egymást. Lezajlott a vállóperem, elválasztottak nőmtől. A baj az, hogy a fele királyságomtól is megfosztottak. Ugrott a házam. Kámea eljegyezkedett a kéilag berendező pasassal, hamarosan megtartják a készfogót. Engem kitettek a küszöb elé, a vőlegény a házamba költözött. De legalább megkaptam a részemet. Most hajlékot keresgélek, még nem találtam megfelelőt. Jól kicseszett velem a bírónő. Mindez azért történhetett ekként, mert nem voltam eléggé elővigyázatos. Egy évvel ezelőtt írtam egy levelet a nejemnek, amit végül nem adtam a kezébe, ám ő megtalálta és átnyújtotta az ügyvédjének. Ellevél aktívan közreműködött abban, hogy a nyakamba varhassák elcseszett házasságunk mindösszes felelősségét. Felolvasom neked a világirodalom leggyönyörűbb férjé episztoláját. Az ing zsebébe nyúlt, összehajtogatott papírlapot húzott elő, a homlokához támasztotta és fejből citálta. Íme, levél a kedveshez. Kinkeservel múlnak az éjszakák, szürkék és nyírkosak a nappalok, akár a pincekő. Mindenfelől fájdalmas feszültség kapdos felém, mintha eltévedtem volna egy labirintusban, amelynek azért vágtam neki, hogy végül fényre és magamra lejjek, fellélegezhessek. Értelmetlen és haszontalan az életem. Érzékelő szerveim be- és összeszáradtak. Úgy érzem magam, mint egy darab őskori gyanta. Magamnak sem kellek. Csapdába tévedtem, és már kedvem is elmúlt, hogy kiutat keressek. Nem érdekel. Már semmi sem érdekel. Veled. Viss Major eltette az opuszt. Rám nézett, hallgattam. Dermetre fáztam soraitól, hiszen valami efféle szakítási stíltől féltem órák óta, ezért nem bírtam megszólalni, megkérdezni, na, és velünk mi lesz? Látom, nem tudlak megrengetni. Amikor megismertelek, mindenről volt véleményed, elém is tártad, ha kérdeztem, ha nem. Nos, legalább valami stilisztikai észrevételt fűzhetnél a hallottakhoz, vagy valami proccosat. Nem, nem. Bezzeg a bírónő kiértékelte az egészet ékezettől ékezetre. Poénnak szánta az utolsó mondatot? Kérdezte. Pedig cseppet sem vicces, nem is mókás, ellenben mélyen cinikus. És elválasztott a nőmtől, házamtól. Egy világ omlott össze bennem. A jó kis házam, francba. Majdnem elsírtam magam. Már-már megérintettem a kezét, kedvem lett volna belekócolni a hajába. A műszerfalon megszólalt a pittyegő, amelynek az volt a hivatása, hogy figyelmeztessen bennünket, ha olyan kocsi közelébe kerülünk, amit ellopás esetére segítségért kiabáló jeladóval szereltek fel. Halványkék BMW suhant előttünk, segélykérést sugázott. Tolvaja alig ha sejtette, hogy veszte közeleg.
Vonjuk kérdőre, sóhajtott a szamuráj. Holott, mi ez a tragacs a házamhoz képest? Nem igaz? Mondj már valamit! Megest a tetőre bögtem a villogót, beélesítettem a szirénát, és a BMW nyomába szegődtem. A labor kék járgány felgyorsult. Néhány percig észveszve száguldott, majd lelassult, és a járda mellé sodródott. Megálltunk mögötte. Miss Major kilépett mellőlem, zsebrevágott kézzel közeledett a kocsihoz. Tökéletesen szabály ellenesen művelt mindent, mint rendesen. Az ablakhoz hajolt, és a járgány papírját kérte. A fiatal vezető sajnálkozva közölte, nem találja a forgalmit. A kulcsot sem találta? Érdeklődött a szamuráj. Látom, legalább a szigetelő szalag kéznél volt. Állítsa le a motort és szálljon ki. Ne hunyorgasson a szemével, ne töprengjen marrasságukon, mert alig várom, hogy szájon vághassam. Márpedig a szájon vágom, összesen fél foga marad. Vicceskedik? Kérdezte az ifjú autótolvaj. Nem ismerte a pasast. Ha ismerte volna, észreveszi, hogy Viszmajor hót rossz kedvű. A fickó csupán annyit látott, hogy a magát zsarunak mondó egyén komikusan fegyvertelen, ráadásul éppen gyalogos. A mögötte veszteglő kocsiban pedig csak egy nő ül. A legény a gázra lépett. Élénken figyeltem, mégis képtelen voltam követni az eseményeket. A szamuráj gyorsabb volt, mint valaha. Szemvillanásnyi idő telhetett el. Ez alatt benyúlt a kocsiba, szétrántotta az egymáshoz tapasztott vezetékeket, és elsütötte a könyökét. Azután félre szökkent. A motor leállt, a korábbi gázadástól felhetszelt járgány elgurult néhány méternyire, ám a fickó ezt már nem érzékelte. Viszmajor a kocsi után ballagott. Kinyitotta az ajtót, az ájult ifjút a flaszterre fektette. Azután intett nekem, hogy hívjam Bambit. Miután ezen az ügyön is túladtunk, a szamuráj a kormány mögé csempészte magát. Széles mosolyjal megveregette a térdemet, amikor beültem mellé. Klassz, mondta, vita nélkül, jó ez a csend kúra. Komolyan, kezdem élvezni. Blik panaszkodott, hogy nem méltányoltad a vicceit, úgyhogy mégiscsak elmondok neked egyet. Kösd be magad, figyeljél, hosszú lesz. Regényes. Egy csavargó bekopogtat egy családi hajlékba. Senki nem felel, de emberünket felbátorítja, hogy odabent ég a villany. Így hát, benyit szépen. Azt látja, hogy a család, apa, anya és két sihedér lányuk a konyhaasztal körül ücsörög. Csavargónk illendően köszön, és bár nem felelnek neki, vizet kér. Most sem válaszolnak semmit, viszont nem is ellenkeznek, ezért aztán fog egy poharat, és kiszolgálja magát. Ha már a szomját eloltotta, enni is óhajtanak. Kérő szavára egy kukkot sem felelnek, ám nem is tiltakoznak. Csavargunk a frigóhoz lép, és telerakja a gyomrát jobbnál jobb falatokkal. Majd pedig legényesen büfét kettőt, és így szól. Nő is kéne. Zokszó nem esik, így aztán az asztalra vágja az asszonyt, és megkínálja a lompossal. Már gombolkozik, midőn heveny betegségbe esik, vérszemet kap. Megdönteném a lánykákat is. A család továbbra is még kusban ül, emberünk tehát ad a lányoknak. Azután hosszasan stíroli az apát. Te öreg, te se maradj ki! A családfő felhorkan. Azt már nem! A három nő felőrbend az asztal körül. Te szólaltál meg először, te viszed ki a szemetet! Elsírtam magam. Viszmajor megállította a kocsit, és letörölte arcomról a nevetés könnyeit. Pusztuló félben lévő park szélén vesztegeltünk, ehelyt akármi történhetett. Történt is, csak az imént hagytunk el egy lágyan hintázó furgon, melyben alig hanem szerelmesek töltötték kedvüket. Na, kérdezte, felfüggeszted a csend kúrát? Ám mielőtt döntettem volna, a vállam fölött elnézve füttyentett egyet. Nem hiszem el, mondta, és újongás csendült ki hangjából. Íziben megfeledkezett rólam, rárepült a számítógépre, pöntyögött egy sófányit a billentyűzeten, majd újra a vállam mögé pillantott. Nem csalás, nem ámítás, ez Beretta a furgonja. Kinek a mie? Örrentem. Na, nyögte, megjátszott rökönnyel. Bár nem igen figyelt rám, gázt adott, lassan tovább gurultunk. Beszélsz, pedig már majdnem rádugrottam, Beretta egy kis buzi prostituált, időnként fegyverrel is kupecol. Kerülünk egyet, hátba kapjuk, és megnézzük, mi dolgozik éppen. Min is dolgozna? Űzi az iparát, láthattad, hogy leng a kocsia. Lengett?
Téged néztelek, szoktattam a szememet az új arcodhoz. Hát, ha lengetnek, akkor majd rebbennek. Megkerültük a háztömnyi vad dzsungát, amely játszótér lehetett hajdan, míg nem a cseperedő gyermekek széttördelték a libikókát és a padokat, a mászókát felfalta a rozsda, a homokozót elfoglalták a macskák, a növényzet pedig egyre csak búrjánzott, hogy mielőbb elfedje az egész szemét lerakatot. Viszmajor lefékezett, mint egy 30 méternyire berett a horpadozott furgonja mögött. Hátradőlt, cigire gyújtott, nyújtózkodott. Mire az utóbbit befejezte, valahonnan a hátsó ülésre rejtett zakójából stukkert varázsolt elő, és hanyagul a derék szíja alá dugta. Az előttünk ácsorgó szürke alapon szürke járgány, és közöttünk egyetlen veszteklő kocsi sem zavarta a kilátást. A rengeteg parkolóhely a közellapotok gyatra voltáról tanúskodott. Épesző ember nem merte ezen a környéken hagyni éjszakára az autóját. A szamuráj rám pillantott. Ha Bambi is úgy akarja, akkor most várakozunk. Mire? Kérdeztem. Megvárjuk, hogy Beretta végezzen. Kíváncsi vagyok, vendége üres kézzel távozik-e. Vállat vontam. Előhúztam a stukkeröngyújtót, és a láng fölé hajoltam egy HB-val. Bámultam a parazsat, a furgon tatját, igazából azonban vizsgáztattam magam. Megpróbáltam precízen felidézni a Viszmajor testét ékesítő tetovációkat. Megtettem ezt minden nap, mióta elment. Azt reméltem, egyszerre csak eljön a megváltás, és kifelejtek egyet, ám ez idáig hiába vártam erre a fordulatra. Miután végigvettem a leckét, és újfent eminesnek bizonyultam, eszembe jutottak saját tetovációim, köldököm alatt a cipzár, és csípőmön a tükör írású rövid vers. A szamuráj barátja Bevermeyer alkotta ezeket testvingáló szalonjában. Valahányszor egyet sebünket kellett ellátnia, kidíszített bennünket. Volt még mire emlékeznem, alkalmat is kaptam rá, hiszen Beretta nem mozdult ki a furgonból. A szamuráj némán szívta a cigijét mellettem. Most te csend burázol, érdeklődtem, tán 5 perc múlva. Ballerini járt az eszemben, emlékszel még rá? Mindenre, feleltem. Ha akarnám, megregényesíthetném az egészet. Mindenre? A bálra is? Persze. Hűtöd még azt a pezsgőt? Rázatom a hideggel. Vártál? Rád? Igen, rám. Tegnapig. Épp egy napot késtem, kérdezte. Bólintottam. Hallgatott. Vártam néhány gondolatnyit, majd felé fordultam. Nem nézett rám, a furgon bámulta. Továbbra sem tudtam, hányadán állunk. Nem volt merszem megkérdezni, de hallgatni sem bírtam. Amikor Ballerini halála után Schwarz megsebesített, megvárhattad volna az eltűnéssel, míg magamhoz térek. Ocs utáltam el arra, hogy Blick ül az ágyadon? Blick rendes srác. Persze, imádom is őt. Viszmajor elvigyorodott. Hoztam neki fehér csokit, azért, hogy ő is összemaszatolhassa a képét. Nyugodtan a gondjaira bíztalak annó, ápolt is becsülettel, nem de? Ápolt hát, az egész csapat, jó soron volt. Tudom, érdeklődtem utánad. De miért nem tőlem? Nem akartalak megzavarni, volt mit eldöntened, felelte. Nekem? Nyögtem. Neked is, nekem is, külön-külön. Miként döntöttél? Kérdezte. Leszalandra felajánlott egy állást, nem fogadtam el, nem könnyen mondtam nemet. Lebonyolítottam a válást, nyaraltam, tanultam, elszaladtak a hetek, és most visszajöttem. Órák óta ülünk egymás mellett, eleinte még azt reméltem, meghívsz arra a pezsgőre. Még meghívhatlak. Még elfogadnám. Nálam semmi sem változott, Viszmajor. Dehogy nem, magamtól is érezném, akkor is, ha nem éreztetnéd velem. Na jó, nálad mi változott? Immár még kevésbé mindegy, hogy élek-e vagy halok. Sok felé jártam, nézegettem a csajokat, nem érdekeltek. Rájöttem, szerelmes vagyok, de nem szívesen. Felnevettem. Mondd, és hülye szívesen vagy? Szerinted tehát hülyeség, amit mondtam? Aha. Amint kitudódik, hogy mi folyik közöttünk, szétültetnek bennünket. És miután ez bekövetkezik, alig-alig marad időnk egymásra. Már rég kitudódott, legfeljebb E.T. nem hiszi el, hiszen annyira rühel téged, hogy képtelen felfogni. Ettől még bárki más nyugodtan kedvelhet. Nem mutatod ki, hogy szerfeled kedvelsz.
Mint a te állandóan a markodban hurcolnád a szívedet. Nem ott hurcolom. Bambi beleköhintett az éterbe. Viszmajor, kedvesem, valaki találkozni akar veled, azt mondja nagyon sürgős, bűnügyből kifolyólag. Ráérsz? Nem tudom, a Hannibal tér sarkán ülünk. Lehet, hogy rajta csípjük Berettát, lehet, hogy nem. Menj inkább a találkára. Két soroknyira onnan, a régi temető mögött várnak. A fickó azt mondta, csak veled áll szóba. Meg azt is, hogy rohanj, mert utál ott szobrozni, pláne szellem órán. Én is féltem, amíg éltem, válaszolt a szamuráj a kenderszakálló vicc poénjával. Sóhajtva beindította a motort. A furgon továbbra is elhagyottnak tetszett. Elgurultunk mellette. A szélvédő mögött felvöröslött egy megszívott cigaretta parazsa. Nem tudom, valami azt súgja, hogy itt kéne maradnunk, mondta Viszmajor. Parafenoméntan folyamot is végeztél? Azt nem, a megérzéseket meghagyom neked. Ebben a műfajban te vagy az ász. Elhagytuk a néhai játszóteret. Elhúztunk egy vörös-barna terméskőből emelt régi templom mellett. A ragyás hold a kupola mögött gömbölyödött és olybá festett, mint aki fennállása óta csak csupán sajtot evett ementálit. Sápadt sárga fénye végigcsorgott az elzöldült résztetőn. A hajdani építőmester alig hanem delfinről akarta mintázni a torony sarkain díszlő vízköbőket, ám az eredmény úgy festett, mint a állattani könyve folyton a kacsacsőrű emlős képénél nyílott volna ki. A roskadó kőkerítés határolt a temetőhöz érkeztünk. A teli zsúfolt helyet már jó néhány éve nem használták temetkezési célokra, és noha a városházán időnként felmerült felszámolásának gondolata, ám ez sosem vált tetté, hiszen rengeteg turista látogatta az Ódon temetőt, hogy lássák családi háznak is beillő kriptáit, és a rohanvás telő múló emberöltők alatt óriásokká nőtt fájt. A csaknem 3 méter magas kőfalat vadszőlő és borostyán támogatta, néhol hiába valóan. Az utca felől házfák és platánok szegélyezték a holt lelkek települését. Épkézlábkocsi errefelé sem parkolt. Néhány szállandóra csupaszított rozsdálló autóroncs kuporgott a fatitánok alatt. A saroknál jobbra kanyarodtunk, és csak nem beleütköztünk egy járó motorú Plymouthba. 35 év körüli fickó üldögélt, szemlátomás tűkön, az élemedett korú csotrogány kormánya mögött. Közelettünkre nem moccant, nem szállt ki, megvárta, amíg mellé érkezünk, és Viszmajor megmutatja magát. Ez Ponyva, újságolta a szamuráj, robotmúltú illető, különösen kocsilopásban otthonos. Ha lesittelik, papírt, tollat kér, és éjhosszat írja rossznáról szörnyű krimieit. Innen a csúf neve. Ponyva kikapcsolta a motort, és kiszállt a kocsiból. Rendkívül ideges lehetett, ám azt sem zártam ki, hogy genetikailag kocsonja. Kise léptem a helyemről, 2 méterről éreztem orfacsaró izzadság szagát. Viszmajor a riadt szemű bűnözőhöz vitorlázott. Zaklatottnak látszol, Ponyva, mondta. Te hívtál? A pasas türelmetlenül legyintve adta értésére, hogy nem kell a köret, legott szólni kíván. 1 órával ezelőtt kötöttem el a kocsit, mentem vele néhány kört, sportból. Gondoltam, mielőtt eladnám a szerelő cimborámnak, megnézem, mit hasznosíthatnék belőle. Majdnem összeszartam magam. Viszmajor, ha jók az idegeid, de csak akkor nyisd ki a csomagtartót. A szamuráj hosszú pillantást vetett a nem csupán hajban kócos, de mindenestől felborzolódott fickóra, majd a kocsi hátuljához lépett és felpattintotta a fedelet. Kira, nyögte, szólj Bambinak, hogy riassza a gyilkosságiakat. 1 perccel később megálltam mellette. A szakadozott szürke filccel bélelt csomagtartóban halott férfi hevert, döbbenetes magzati pózban és enyhén gőzölgött. Viszmajor végig tapogatta a merev tetemet, még neki is megártott, amit tapasztalt. Gyanítom, hogy a párja eltöltött néhány órát a fagyasztóládában, mielőtt ide tuszkolták, lehelte. Ponyva, dúdold el, hol csípted fel a járgányt? Elmehetek, ha eldúdolom? Nem lett volna muszáj szólnom, széthagyhattam volna az egész szart az utcán is. Végre is nem én loptam el ezt a redves halottas kocsit, csattant fel a szamuráj. Énekelj, azután szívódj fel, de ne vegyem észre, amikor eltűz. Itt találtam a dögöt a kanyaron túl, ott, ahol földig omlott a kerítés. Üres volt, belül a kulcs. Kínálta magát.
Beültem és eltéptem vele. Mint szakértő, bocs, de szerintem nyugodtan nevezhetem így magam, hiszen tudod, hogy efféle regényeket írok, méghozzá saját tapasztalatból, nem úgy, mint azok a világhírű, hájseggűek, akik az íróasztal mögött izzadják ki magukból a krimiket. Ne süketelj, lantozd a lényeget! Roppant lényeges a többi is, mert én vagyok itt az emberi tényező, jelentette ki Ponyva önérzetesen. Szóval szerintem a kocsi megtalálási helye igenis lényeges. A gyilkos vitte a falhoz a Plymouth-t, bement a temetőbe, és éppen megfelelő helyet keresett, hogy jól eldughassa a corpus delictit. Ez alatt kötöttem el a hulláskucsit. Vizsgálgattam a halott férfit, és semmi jelét nem láttam annak, hogy meggyilkolták volna. Egyetlen borsós szemnyi sebet fedeztem fel rajta a csuklóján. A kiengedő félben lévő tetem ruhája árnyírkosodott, hosszan bíbelődtem élénkzöld és piros kockás inge gombjaival. Az olvadozó arc nedvesen csillogott, mint a verítékezett volna. A félig nyitott, kifejezéstelen szemekből a halál hidege áradt. Viszmajor a férfi nyakát, mellkasát nézegette. Megfordítottuk a felhúzott térdel megmervedett testet, sértetlennek találtuk. Közönséges háztartási fagyasztószekrénybe tuszkolhatták be, sóhajtottam. Azért e póz. Lehet, hogy akkor még élt. Lehúztam a halott ingét. Döbbenten hajoltunk előre. A tetem jobb vállán és felkarján szabályos nézet alakú bőrhiányt fedeztünk fel, mint a megnyúzták volna, és nem kontár módon. A szamuráj a fejét csóválta. Nem értem. Szót se szólnék, ha nem lelnénk a máját, a szívét vagy a tüdejét, de ilyesmiről még nem hallottam. Ha bőre kellett, abból is csak egy falásnyi. Olvastad a... csettingette ujjait Ponyva. Ó, a francba, valami bárányos könyv, nem ugrik be pontosan. Abban a gyilkos, egy pszichopata buzi azért öldösre is nyúzta meg a nőket, hogy... Ez nem nő, torkolta le a fickót Viszmajor. És legfeljebb két tenyérnyi híja van bőrileg. De nyúzott, mondtam. Kinek, mire, miért kellhet egy darabka válbőr? Lehet, hogy ennek semmi köze a halálozáshoz, töprengett Ponyva. Mit láttok rajta? Megfojtották? Lelőtték? Agyonütötték? Egyik se, feleltem. Kézbe vettem a férfi súlyos karját. A csuklóvéna Y-ja közelében fehérellő parányi sebet bámultam. Lehet, hogy csak egy szúnyogcsípést vakart el. Viszmajor odapillantott, aztán vállat vont. Okoskodjanak a nyomzsaruk, süssék ki ők, miként halt meg a párja. Végig tapogatta a férfi koponyáját, de nem lehet rajta semmit. A ritkolóhajú 40-es forma pasas megtartotta elhalálozása körülményeinek titkát. Gyenge sziréna szót hallottunk. Ponyva kánforrá vált. A szamuráj rám nézett. Bejössz velem a temetőbe? Kérdezte. Eltűnődtem, azután magam is meglepődtem. Bemegyek veled, bárhová, még a temetőbe is. De mi a nyavajáért? Viszmajor lecsukta a csomagtartót, zseblámpát vett ki a kocsinkból, majd vállon ragadott, sarkamon fordított, és másfél méteres léptekkel a sarok felé indult. Rajtam felejtette a kezét, loholnom kellett. Amikor Ponyva erre tévfergett, emberünk odabent kószált. Mélázott. Lehet, hogy friss sírtásot, lehet, hogy egy régebbit bontogatott, aztán egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy lopják a privát tetemét. Rém egyszerű az eset, közöltem. Megtudjuk, ki a kocsi, és megvan a gyilkos. Attól tartok, ha megtudjuk, ki a kocsi, akkor legfeljebb az áldozat személy azonosságával leszünk tisztában, az sem semmi. Megtorpantam. Magával rántott. Lélekszakadva ügettem mellette. Hülyén hangzik, ziáltam. Nehezen tudom elképzelni, hogy a kockás inges tag kapja magát, elhalálozik, lefogyasztja önnön pórhüvelyét, majd bekucorodik a kocsi a csomagtartójába, és megkér valakit, hogy ugyan temetné már el őt. Ponyva egy órával ezelőtt kötötte el a járgányt, a sírásó odabent maradt, talán azóta is ott ásugat. Szóval bejössz? Jaj, hát persze, régi lipabőreimet nemrég lekapartam magamról, jelenleg vadi újat hordok. Akármint latolgatom, nem értem. A nyúzási felület tökéletesen tiszta, vértelen. Valószínűleg a halál beállta után távolították el a bőrt. Lehetne indíték a nyúzási vágy, de nem logikus, egy ekkora bőrfecniért még nem muszáj ölni és belehalni sem kötelező. Nem fecni, ellenkeztem. Akkora, mint egy iskolai füzet. No, ettől még a dolog nem válik logikussá.
és ha nem az, akkor felvetődik, hogy megint egy őrült ténykedett. Remélem, itt találjuk, mondta a pasas elszántan. A leomlott kövek között a temetőbe léptünk. Matuzsálami korú tiszafa terítette fölénk fekete árnyékát. Hirtelen elhalt a közeledő sziréna szó, mint a széthasították volna. Miss Major felkapta a fejét. Esküdni mértem volna, hogy a fülét hegyezi. Távolról, az elnémult zsarukocsi felől semmi sem hallatszott. A közelünkben, tőlünk legfeljebb 100 méternyire valaki vagy valami hátborsóztatóan neszezett. Elkülönítettem néhány hangot, és megpróbáltam hasonlítani valamihez. Körömcsikordulás, ruhaszaggatás, hersegés. A szamuráj pisztolyt rántott. Már majdnem kigúnyoltam érezéséért, midőn feltűnt, hogy az én stukkerem is kézben van, méghozzá az enyémben. Holott nem emlékeztem arra, hogy előszedtem volna, de mivel nem ez a dermesztő körülmény rém lett a legkísértetiesebbnek, túltettem magam rajta. Miss Major néhány kommandós jelzéssel értésemre adta, mit évő legyek és melyik irányba. Ezzel felszívódott mellőlem, bár könnyen lehet, hogy ott maradt, csak egy kis időre látaratlanná vált. Osonkodtam. Mozdulatlan kőkripták, meg annyi panteon tornyosultak körülöttem, a bőrnyúzó egyén bármelyik mögött rejtőzhetett. Melegen volt és fáztam, ez amolyan érkocka fő a hátamon érzést eredményezett. E pillanatokban talán még a Plymouthban heverő halottal is cseréltem volna, bár csupán végtelen nyugalmak miatt. Az ember alig hinné, mi sokféle árnyék tarkíthat egy temetőt, kiváltképp felhőtlen, gombócholdas éjjelen. Árnyékot vetett minden kő és azok meg annyi szeglete, a fejfák, keresztek, de még a mélyen vésett betűk is, és egyik árnykép sem az eredetiére emlékeztetett. A fölén boruló növények levelei arabeszkeket rajzoltak körém. A talpam alatt hajladozó fűszálak önmaguk karvastagságú mását vetítették a lábamra, olyat én képet mutatva, mintha lábban járnék. Ezután bagoly húhogott, én húhogtam, és gerincem árkában gleccser csordogált. Közeledtem a különös neszek forrásvidékéhez. Gyanítottam, hogy viharsebesen elaggok. 100 esztendősnek is látszom majd, mire odaérek. Talán végelgyengülésben kiszenvedek, mielőtt még megláthatnám, mi az, ami olyan hangot ad, mint a krétát húzgálnának üveglapon, mint a dőspapírt szaggatnának. És ekkor, bár minden rémesre felkészültnek éreztem magam, félholtra rettentett a váratlan, távoli fegyverrohogás. Tudtam, nem rám lőttek, érzékeltem, hogy messzebb ugatnak a fegyverek, és mégis takarosan hasra vágtam magam egy sírtövében. 300-as púzussal hallgattam a lőlármát, egymásnak felelgető stukker és géppisztoly dőreneseit. Nem tartott sokáig. Még egyszer megszólalt a géppisztoly, és a másik fegyver többé nem válaszolt. Felfogtam, hogy ujjaim a síremlék langykövére tapadnak, de az ujjaimra is tapadt valami. Túrázgató mesztelencsigát szorongattam. Soha életemben nem találkoztam ekkora példánnyal. Ez lehetett a pucérok királya. A csikagólem sűrű nyálkája a kezemre tapadt, és valósággal recsegett. Gépiesen a fűbe töröltem a tenyeremet, ám a keszőce nem tágított tőlem, viszont óavar és kavicsparányok ragadtak hozzá. Ha még hamburgert is ettem volna aznap este, hol biztosan elhányom magam. Megint meghallottam a körömcsikordulást. Hátamon már sportos rutinnal szörfözött a hideg. Felszökkentem, megkerültem a rég elhalt Walowski család kőtábláját, márvány járólapra léptem, egyúttal egy újabb szatír csigára és hozzá sarokkal. Kétszer pördültem meg saját tengelyem körül, először szélsebesen, másodszorra jóval lassabban, azután szándéktalanul futásra váltottam, és vészesen közeledtem a csikorgó körmök lelőhelyéhez. Árnyak mozdultak előttem, kísérteties volt, mintha árnyékok árnyai lettek volna. Bizonytalan, öblögető morgást hallottam, majd mennyei hang, közönséges kutyaugatást. Két gérhes ebállat iszkolt el morogva az alacsony kerítéssel övezett kripta elől. Azután szívrohamot kaptam, majdnem igazit. A kripta előtt halott sárga fény lobbant,
alulról megvilágítva, egyszer mint eltorzítva egy komor arcot. A férfi maga elé fordította lámpáját és felhőrrent. Megismertem Viszmajor hangját, felemás boldogság öntött el. A kicsiny csarnokra emlékeztető, oszlopdíszes sírhely felfeszített, félig nyitott ajtajában oszlásnak indult holttest hevert. Bizonyára a kiéhezett kutyák konszolták elő, e küzdelem neszeit hallottuk. – Jól vagy? – kérdezte a szamuráj, sávadtan. Válaszként bugyborékoltam valamit. Ha megfeszítettek volna, akkor sem nyitom ki a számat a borzalmas bűzben. – Elég régen halott – mondta a pasas. Felemelkedett a holttest mellől. Észrevette, hogy kissé imbolygok, majdnem utánam kapott, nem tette mégsem. A meleg, folytatta, ellegyezve az orra előtt. Intenzívebb a bomlás. Gondold meg az ájulás, nem kapatlak el, mert összefogdostam a halottat. Nincs rajta seb. Csak a ma egy, a nyúzásé. A változatosság kedvéért a hátán a jobb lakocka fölött. A hűvös áporodottságot lehellő kripta ajtó felé intettem. Nincs bent több? Viszmajor a sötétbe világított. Három érintetlen fémkoporsó porosodott a gránit padlón. Nincs, felelte. Emberünk a második áldozatánál tart, avagy két gyilkossággal ezelőtt fedezte fel ezt a sajátos temetkezési helyet. Ma este az történhetett, hogy bejött ajtót nyitni, majd kizizzent a hulláért, ám mivel akkorra azt már ellopták a kocsival együtt, vissza se tért. A kószakutyák megszimatolták és elővonszolták a holttestet. Hallottad a lövöldözést? Igen. Adjuk át a nyúzottakat a nyomsoruknak, és nézzünk Beretta után. Viszmajor ellépett mellettem. Kikaptam a kezéből a lámpát, letérdeltem a szörnyű holttest mellé, és a csuklójára világítottam. Ott, ahol Y-forma vénát kellett volna látnom, színe játszó hús püffett. Ott és mindenütt. Talpra ugrottam. Néhány lépéssel utolértem a szamurájt. A pasas leemelt az egyik síról egy virágtartó serleget, és annak poshat vizével mosdatta a kezét. Engem is megkínált a zöldes nyákkal, de nem értékeltem gavalériáját. Miután pszichésen elintézte magával, hogy most aztán megmosakodott, visszatette a vázát, és beledugta lakóját egy fonnyat kardvirágot. A víztől felfrissülten futásnak eredt. Három lépéssel később egy csapat marcon a pasasba robogtunk, és azok stukkert fogtak ránk, de hamarosan tisztázódott, hogy ők a kollégák. A szamuráj előadta a történteket, és már is az érdekelte, mit tudnak az iménti lövöldözésről, mint kiderült, ők semmit nem hallottak. Bezzeg Bambi tájékozottabb volt. A nyomozócsoportot főnöklő, magas, szőke hadnagy kérdéseire felelgettem éppen, midőn Viszmajor grabancon ragadott, a kocsiba tuszkolt, és 90-es kezdősebességgel indított. Mindenki láthatta, miként bánik velem. A szamuráj beindultnak rém lett, de legalább belefogott, hogy megokolja Hebehúrja viselkedését. Az egyik egyenruhás járőr Bambival lezavart fecsejemet halván szirénázva Beretta furgonjához tépett. Igazoltatták a fickót, majd közölték, átnéznék a kocsit. Amint kinyitották a hátsó ajtót, géppisztoly sorozat zúdult a nyakukba. Az egyik zsarú tüstént kifeküdt, a másik kicsit később, és még rádiózni is volt ereje. A furgon elsüvített. Keressük meg! Francba! Nyögtem. Úgy éreztem magam, mint a előre haladott agylágyulásban szenvednék. Fel nem foghattam, miért nem mehetek haza inkább a hideg tus alá. A digitális hőmérőre tévedt a pillantásom. Bár másüvé tévedt volna. A kijelző szerint 37 fok volt a kocsiban. Felszűkültem. Testhő! Olyat halok, mint a hóember. Kilőtt? Beretta kuncsaftja. A sérült zsaruk egyként állítják, utóbb a fickó fegyverrel kényszerítette Berettát, hogy elsöpörjenek a tetthelyről. Van személy leírása? Ne légy maximalista! A kollégák bizonyára nem a pasas arculatát bámulták, hanem a torkolattüzét. Az álmos könyvem szerint piszkosul ártalmas az egészségre, ha az ember torkolattüzet lát. Akkor jól figyelj! Ajánlotta a szamuráj.